Ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai tékák polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettük végig. Visszajövök! Ezek voltak az alámondásos filmek. Néha az érzésem nekem is, hogy én is kopaszodom. Egy holtestre azért még lesz időnk. Megosztunk valamit? Önként jelentkezők előre. Ó, a fenébe. Mindenki csak fekszik itt. A fenébe is. Ti fekszetek, én meg dolgozom. Majdnem elfelejtettem. Ez egy őrület, mi? Na ezt, vegyük szemügyre. Tessék, valaki bedobta a szemét ide, a fenébe. A szemedben nézek, kicsim. Jó ütés volt. Nagyszerű. Gyerünk. Igen. Matthew, mi van veled? Nagyszerű voltál. Hát nem tudom, egyszerűen mostanában jól látok. A Giantsok át akarnak venni. Egy ilyen jó játékosra szükség lenne, mint te. Ha felkerülsz a felső ligába, azért még beszélni fogsz velem, ugye? Hát persze. Ezen kívül bíztam benned. És mindig mellé ment. Szerintem ez a te éved lesz. Elmegyünk ünnepelni? Nem, barátom, köszönöm. Más kell ünnepelnem ma. Ne hagyd túl magad, vigyázz! Ez nem normális, ha az ember a feleségéhez így ragaszkodik. Halló? Halló? Halló, süße! Halló, kedvesem! Na, hogy játszottál? 3-4-hez. Nagyszerű voltam, győztünk. Ez nagyszerű. Van egy pár jó hírem. Mi az? Meglepetés lesz. Mondd meg. Nem, nem. Először haza kell jönnöd, és akkor megtudod. Azonnal jövök. Szeretlek. Én is téged. Minden jót. Te jó Isten, asztalba! Én is úgy érzem, kissé kopaszodom. Egy hullára talán még jut időnk. Nem akartok mesélni? Csak heverésznek itt.
Amíg gondolkodtok, iszom egy kortyot. Ó, ezt majdnem elfelejtettem. Ez az igazi. Vegyük csak jobban szemügyre. Valaki már szemet vetett rá. Nézz a szemembe! És most nézzük a bölények csapatát. Tudnak-e fordítani? Brad Matthews az ütő. Jól csinálod, fiú. Kiváló. Rajta! És most aztán futás. Ez az. Mi történt, Matthews? Évek óta nem ütöttél ilyen pontosan. Hát nem tudom, nem történt semmi. Nem akarnak bosszantani, de a harkályok szemet vetettek rád. Há, én is hallottam. Szükségük lehet még az idén egy jó játékosra. Szóval ez még velem, ha a Szuperligában játszol? Hát persze. Bármit megtennék, hogy felkerüljek. Már olyan sokszor álltam hozzá közel, de mindig közbe jött valami. Az idei lesz a te éved. Van kedved ünnepelni? Pár korsó sör. Köszönöm szépen, de van egy sokkal kecsegtetőbb meghívásom. Ne vidd túlzásba. Nem normális, hogy így szeresd a feleséget. Apának mamitól. Hello? Szia, drágám. Hogy ment a játék? 4-3-ra végül is. Megnyertük. Hát ez pompás. Nekem is van egy jó hírem. Mégpedig? Meglepetés. Na, mondd el. Gyere haza, és akkor megtudod. Azonnal indulok. Szeretlek. Én is szeretlek. Szia. Én is úgy érzem, kissé kopaszodom. Egy hullára talán még jut időnk. Nem akartok mesélni? No volunteers? Csak heverésznek itt. Amíg gondolkodtok, iszom egy kortyot. Ó, ezt majdnem elfelejtettem. Ez az igazi. Vegyük csak jobban szemügyre. Valaki már szemet vetett rá. Nézz a szemembe! És most nézzük a bölények csapatát. Tudnak-e fordítani? Brad Matthews az ütő! Jól csinálod, fiú! Kiváló! Rajta! És most aztán futás! Ez az.
Mi történt, Matthews? Évek óta nem ütöttél ilyen pontosan. Hát nem tudom, nem történt semmi. Nem akarnak bosszantani, de a harkályok szemet vetettek rád. Há, én is hallottam. Szükségük lehet még az idén egy jó játékosra. Szóba állsz még velem, ha a Szuperligában játszol? Hát persze. Bármit megtennék, hogy felkerüljek. Már olyan sokszor álltam hozzá közel, de mindig közbe jött valami. Az idei lesz a te éved. Van kedved ünnepelni? Pár korsó sör. Köszönöm szépen, de van egy sokkal kecsegtetőbb meghívásom. Ne vidd túlzásba. Nem normális, hogy így szeresd a feleséget. Apának mamitól. Hello? Szia, drágám. Hogy ment a játék? 4-3-ra végül is. Megnyertük. Hát ez pompás. Nekem is van egy jó hírem. Mégpedig? Meglepetés. Na, mondd el. Gyere haza, és akkor megtudod. Azonnal indulok. Szeretlek. Én is szeretlek. Szia. Yeah.